És akkor megint zenéltünk egy picit, viszont a zenét általában mindig szöveg követi próza. Most éppen futballról beszélgetünk, változatosok a KBSZ felnőtt csapatánál, és együttműködési megállapodás a Dior Györrel, hogy ez is például miben merül ki, ez is szóba kerül hamarosan Vakter Balázsral, aki ügyvezető igazgató, illetve Zúriák Józseffel, aki pedig hát nyilván edző. Üdvözlöm Önöket! És akkor kezdjük azzal, hogy mindenki tulajdonképpen új szerzemény valahol, ahol itt ülünk most hárman. Én mindenképpen, mert én nem focizom, de akkor Önök is. Kezdjük akkor talán az ügyvezetés. Mikor volt a változás? A változás január 1-től volt. Aha. Én már előtte is egy picit segítettem a klubot a beruházások kapcsán. Aha. Egy-két adminisztrációs feladat ellátásában, úgyhogy ismerkedtem, de ez számomra egy új kihívás, egy nagyon izgalmas kihívás, hogy egy sportklubot menedzselhetek. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy ügyvezető bármilyen céget vezethet tulajdonképpen valahol, nem? Tehát nem tudom, hogy milyen, honnan jön, tehát milyen cégnél dolgozott ezelőtt például. Nekem hosszú életútam van, aha, tehát hogyha a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karáról, mint közgazdászként származom, tehát, uh-huh, tehát ott végeztem, előtte dolgoztam kis cégnél, nagyobb cégnél, voltam részlegvezető egy nagy állami tulajdonú intézménynél, ahol 20 fő tartozott az irányításom alá. Aztán 32 évesen tanácsadó lettem, azóta Barcikán dolgozok az elmúlt 10 évben az önkormányzattal együttműködésben, ilyen tanácsadói feladatokat látok el. Tehát van tapasztalatom, hogy működik egy nagy vállalat, és hogy működik egy kis vállalat. A sport azonnal jön nekem, hogy hát, mint sokan mások, én is rendkívül sokat sportoltam gyermekkoromban, inkább úgy hozta a sors, hogy nem a foci felé mentem el így formálisan, hanem a kézilabda felé, aztán kosárlabda felé, de a labdarúgás megmaradt örök szerelemnek, még most is játszok kispályás bajnokságokban, hogyha úgy hozza a helyzet. Nagypályán is játszottam korábban, alacsonyabb osztályban, tehát próbálom értő szemmel követni a sportot, és a focit is. Így van, hát ez nyilván jó és hasznos, de hát igazándiból akkor is egy gazdasági szemmel kell ezt nézni, tehát ez olyan, mint egy bármilyen cégvezetés, ide akarok kiukadni, gondolom én, nem? Hát itt is vannak alkalmazottak, ugyanúgy közműköltségek, bevételek, persze, adófizetés, tehát hát minden egyéb történet. Hát nekünk kulcskérdés, hogy gazdasági szemmel is figyeljük a klubnak a működését, meg a stabilitását. Ezek nagyon fontos szempontok, akár még egy játékos keret kialakításánál, meg a változtatásokban is. Erre oda kell figyelnünk, meg hát hogy kérdés, hogy hosszú távon hogyan tudjuk a bevételeinket növelni, és ehhez mit kell nekünk tennünk a jövőben. Oké, hát el is átértünk még, de akkor beszéljünk magáról a csapatról, hiszen oké, hogy cég, vagy ügyvezetés is van, de hát azért itt nagyon fontos az edzői munka, és itt ugye megint akkor változás történt tulajdonképpen így a szezon elejétől? Én tulajdonképpen tavaly februárjában kerültem ide, a korábbi vezetőt Gálidi György kérésére. A csapat mellett dolgoztam, mint asszisztens edző, és hát az élet úgy hozta, hogy az őszi eredményeknél a vezetés úgy döntött, hogy változtatni szeretne a vezetőedzői poszton. Az első alkalommal, mikor meg akartak válni Gálidi Györgytől, akkor én még azt mondtam, hogy a Gyuri hozott ide, tehát nem fog leülni a helyére, de aztán 2-3 meccs múlva úgy alakult, hogy a Gyuri is mondta, hogy hát ő mindenképpen megy, és ő javasolt tulajdonképpen a vezetésnek is, hogy ha megkapom a lehetőséget, akkor éljek vele. És így az utolsó két mérkőzésen már én vezettem a csapatot az ősszel, és hát most tavasszal volt 3. Viszont ez így jobb is talán, nem egy ilyen lassú átmenet, mint amikor egyszer csak belecsöppen valaki, igen, és akkor jön mindig a szokásos kérdés, hogy hát mit sikerült egy ilyen csapatban megtudni. Nagy előny volt, hogy én majdnem egy évet dolgoztam együtt a csapattal, ismertem, persze, a játékosoknak a minden rezdülését, úgyhogy így ez nagy előny volt. Meg a játékosok is ugye akkor így szintén van, így van, megismerték önt is már ez alatt az idő alatt, és akkor nyilván, hogyha jó a kapcsolat, akkor ezt lehet tovább vinni, tehát van egy jó alap már, amire lehet építeni. Igen. Hát a kölcsönös bizalom megvolt a játékosok részéről is irányomba, és hát ez egy teljesen más feladat vezetőedzőként vezetni, mint egy csapatot, mint segítőként. És amikor segítő volt, akkor egyébként gondolta néhányszor, hogy hát én azt másképp csinálnám, mint ahogy a Gálhíd hát csinálja. Természetesen a hány ember annyiképpen látjuk ezt a futballt, aha, de Gyurival jó kapcsolatom volt, és hát sok mindent átbeszéltünk, és, de hát a döntés, a felelősség az övé volt. Tehát hát de akkor ez most ugye átkerült. Volt mindig véleményem. Persze, de most ez átkerült, tehát most a véleményből már döntés is lehet. Így van. És ez hát nyilván nehezebb is, viszont lehet, hogy jobb, mert akkor végre azt lehet mondani, na akkor végre úgy lesz, hogy én szeretném.
Hát igen, igen, hát én is most próbálom azért a csapatot az én elképzeléseim szerint formálni, és ez egy teljesen más feladat. Ez jelent változást mondjuk emberek frontján is? Hát természetesen voltak személyi változások is a csapaton belül, tehát volt olyan, aki az én kérésemre került ki a keretből, volt, aki másokból távozott el, és hát kellett a vérfrissítés is, tehát érkeztek új játékosok. És akkor mik a remények, vagy az elvárások a csapattal szemben, az edzővel szemben? Hát a vezetés úgy fogalmazta meg felém, hogy marad az eredeti elvárás, amit nyáron megfogalmaztak, hogy a csapatot egy jó középcsapatnak szeretnék látni, és az első 10-ben szeretnék, hogyha végezne a csapat. Én úgy gondoltam, hogy ez egy nem teljesítetlen feladat, tehát a tavaszi induláskor 4 pontra voltunk a 10. helytől, és hogyha jól összeállunk, meg a csapategység meg lesz, akkor én úgy gondolom, hogy ez a cél teljesíthető lesz. Én mint kívülálló, amikor látok beszélgetést ilyen témakörül, vagy én beszélgetek rádióban, vagy tévében ilyen dolgokról, nekem mindig az jut eszembe, hogy miért jó az egy csapatnak, hogy viszonylag sűrűn, nekem úgy tűnik, hogy sűrűn cserélnek általában edzőt, vagy vezetőedzőt. Tehát, hogy valaki valamit már ugye elvégzett egy csapattal, lehet, hogy most éppen nem olyan jól szerepel, de hát ha nem tudom, van otthon egy tévém éppen nem olyan jól működik, nem fogom rögtön kidobni és veszek helyet egy újat. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy ez miért van ez, lehet, hogy csak a fociban van, hogy ilyen rövid ideig tartanak ezek a megbízások, vagy a bizalom. Tehát valakiben bízunk, azért hozzuk oda. És utána lehet, hogy egy év múlva azt mondjuk, hogy hát köszi, ez nem jött össze. Igen, de hát valamikor aztán a kémia elromlik a csapat és az edző között, és akkor a vezetők úgy gondolják, hogy hát a 10 játékos nem lehet elküldeni, és könnyebb az edzőtől megválni. És néha jót tesz, hogyha jön egy új impulzus a játékosoknak, de én is annak a híve vagyok, hogy az edzőnek azért meg kell hagyni kell időt, hogy... Hát igen, hiszen valamilyen elképzelése van, valamit szeretne elérni, majd aztán őt elküldik, jön egy másik, aki az egészet kezdi megint nulláról, és az lesz, hogy a csapatnak sem feltétlenül jó. Igen, hát ezt a vezetők részéről is azért meg kell kérdezni, hogy ők hogy látják ezt. Hogy látják ezt a kérdést a vezetők? Az edző egy coach is. Tehát a coach az ma már egy szakma, hogy hogyan tudjuk mentálisan támogatni valamilyen módon a játékosokat, és hát van, akinek ez jobban működik, ahogy a vezető Zúrják Csöp is mondta. Tehát, hogy valamikor ez elromlik, valamikor nem. Nyilván egy stratégiát is kell alkotni az edzőnek, illetve hát mozgatni kell egy edzői tímet is, hisz vannak segédedzők, akik bedolgoznak. És hát gyakorlatilag a vezetés az... Hogyha most leegyszerűsítjük, a dolgoknak mindig két kimenetele van. Van az egyik az eredményesség, hogy minél eredményesebb legyen a csapat, és nyilván, hogyha úgy érzik, hogy ebben valami kockázat csúszott, vagy veszély, akkor megpróbálják felrázni a társaságot, és nyilván edzőt egyszerűbb cserélni, mint a 10 játékos sokszor. Igen, viszont ugye ön, aki más céges világból is jön, ott azért nem az történik, hogy mondjuk nem tudom, van egy cég, és akkor valami nem jól működik, lehet, hogy néha az történik, hogy az ügyvezetőt fogják eltávolítani, inkább az emberekkel próbálnak valamit, valahogy pont fordítva. Hát... Attól függ, hogy hol van a hiba. Tehát mindig lehet a rendszeren is változtatni és csavarni. Mi is folyamatosan akarunk újításokat bevezetni itt a csapatnál, ami máshol működik, nálunk még nem de működik. Van még olyan, ami nem lett kipróbálva? Ami... Hát vannak még a modern technológiák, még azért nincsenek jelen mindennapi szinten a klub életében, akár a rehabilitációban, vagy a teljesítménymérésre. Gondolok, napokban fogunk e területben, vagy ebben a hónapban előrelépni például, amitől én sokat várok, mert hát nyilván a csapatjátéka sem mindegy a vezetés számára. Tehát az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy sokszor egy defenzívebb játék volt, és a szurkoló meg szeretne támadó, rohanó, gólokat látó csapatot látni. Nyilván nem úgy, hogy az eredményesség rovására megy, de ez is volt nekünk a célunk, hogy egy kicsit egy látványosabb játékot játszunk. Igen, hát ez sem egy elvetendő ötlet. És akkor vissza az, hogy beszéltünk arról is, hogy esetleg behozni valahonnan bevételt. Hát honnan lehet még? Nyilván szponzorok, jegybevétel, kb. Ez a kettő tud lenni. Igen, de fontos, hogy több nézőnk legyen. Hmm. Tehát ez ügyben próbálunk előrelépni. Több néző úgy, bárhogy, vagy több fizetés néző? Ha több néző van, akkor a fizetőnéző is jön magával, de most mi azt kezdeményezzük, hogy például a hétvégén a Vasas ellen játszunk,
és hogy a 14 év alatti gyermekeknek a jövőben ingyenes lesz a belépés a mérkőzésénkre, ebből több nézőt is várunk, illetve az, hogy a szülők is elkísérik a gyermekeket a mérkőzésre, ez bevétellel is járhat, illetve hogyha van néző érdeklődés, akkor a szponzori igények is nagyobbak. Hát reméljük, hogyha hazaköltözik a csapat, talán április derekán, amire erősen készülünk, akkor ugrásszerűen megnő az érdeklődés a csapat iránt, legalábbis a helyszíni mérkőzések tekintetében, mert biztosak vagyunk benne, hogy sokan követik a csapat eredményeit, de hát ez nem ugyanaz, mint ha élőben szurkolnának. És akkor a bevételekre vissza, tehát akkor oké, egy bevétel, illetve akkor szponzorok, támogatók. Hát szponzorok, támogatók, igen, illetve az önkormányzat még egy meghatározott támogatója a csapatnak, és hát azért az MLS is kialakított egy olyan finanszírozási struktúrát, ami gyakorlatilag minden osztályban egy bázisát teremti a működésnek. És akkor beszéljünk, mert volt már érintve tulajdonképpen a fiatalság, vagy az utánpótlás is, mert most ugye felnőttekről beszéltünk, és akkor lehet, hogy ide csatlakoztatható ez a diósgyőri megállapodás is? Igen, mindenféleképpen. Tehát a klubot nem csak a nagy csapat szempontjából kell nézni, hanem a minden korosztály, tehát itt óvodáskortól felnőttekig játszanak gyerekek. Hát szeretnénk az utánpótlást erősíteni. Itt folyamatosan törekszünk, és itt kérdés, hogy a felmerült kérdésként, hogy a vezetők mit tesznek ennek érdekében. Hát folyamatosan kérdezzük az edzőket, hogy mitől tudnak jobbak lenni, ők mitől tudnak, és a gyerekeket mitől tudnák jobban fejleszteni, és ez irányban azt hiszem, hogy szépen haladgatunk, van bizalom a klub iránt, és hát ez a bizalom megjelent a Diósgyőrrel való együttműködésben is, hogy ránk bízzák azokat a tehetséges fiatalokat, akik nem férnek be még állandóan az első csapat keretében, de már ott vannak a közelében. És hát a Diósgyőr MB3-as csapata helyett MB2-ben kapnak játék lehetőséget. Ez szerintem mindenkinek jó. Múlt héten bemutatkozott nálunk a Korbély Kristóf, aki Kazincbarcikán játszott gyerekként, majd elkerült Diósgyőrre, és most nem tudtunk neki is újat adni, visszatért hozzánk. Szeretnénk, hogyha mindenki számára egy jó biztos pont lenne ez a klub a jövőben. Hát, hogy említődött még a beszélgetésünk előtt, talán még mielőtt adásba kerültünk, ez az életút elnevezés, amiben akkor ez így szintén beleilleszthető. Hát igen. Mi azt szeretnénk, hogyha minél tovább itt a KBSC-ben játszanának a fiatalok, és ezért próbáljuk a utánpótlás rendszerünket is folyamatosan fejleszteni, az edzőknek képzés, támogatás, tanácsadási lehetőségeket nyújtani, illetve az infrastruktúrát is csinosítgatni, megteremteni a feltételeket. De hát azt látni kell, hogy van itt mellettünk egy akadémia, a Diósgyőr az egy kiemelt akadémia lesz, akik most például U11-es, tehát 11 év körüli 10-11 éves játékosokat hívtak magukhoz próbajátékra, és hát hogyha a szülők azt látják, hogy vállalják azokat az áldozatokat, ami egy ilyen napi utaztatással jár, akkor nagyon nehéz ellene tennünk, tehát valószínű ott fog pallérozódni a gyermek, és akkor valamikor visszatérhet hozzánk. De igaz, a minap mondta az egyik játékosunk, a Hegedűs Márk, aki korábban a Ferencváros meg a Honvéd utánpótlásában is játszott, hogy ő is csinált kurflikat Puskás Akadémiához Felcsútra, és édesapjával azt ajánlották, hogy amíg teheti, a gyerek maradjon otthon, az a biztos pont, ott szeretik, ott támogatják, ott segítik, és aki tehetséges, ügyes és elkötelezett, elszánt, kellően koncentrált, és a labdarúgás van a fókuszban, és csapatjátékos, igazi csapatjátékos, az a anyaklubnál is meg tudja találni. Persze tud fejlődni, így van, és akkor utána később, hogyha akar, még mindig tovább tud menni. Igen. De lehet, hogy marad, és ez még jobb. Ha idegenbe elmegy valaki, akkor ott már nem nagyon könnyen lemondanak róla. És akkor vissza így a diósgyőri fiatalokhoz, akkor edzői szemmel. Nyilván akkor ez egy jó kis vérfrissítés is. Hát vérfrissítés, és a keretben eddig volt 4-5 fiatalunk, vagy pontosabban 6, tehát rájuk is egy jó hatással van, hogy versenyhelyzet alakul ki, de a másik oldalról nézve meg nem egy egyszerű edzői feladat, hogy a srácok a hét elején azért a Diósgyőr első csapatával edzenek, és csak a hét közepén kapcsolódnak be a csapat munkájába, tehát ezt az öltözőben se könnyű kezelni, de hogyha a játékosok jó teljesítenek, akkor a csapat elfogadja őket.
De ez a deal tulajdonképpen beszéltük, hogy ez mindenkinek jó. Most Igen. Akkor közelítsük meg, hogy miért jó mindenkinek. Tehát nyilván a balcikai csapatnak jó, mert gondolom ingyen vannak itt ezek a fiatalok, hogy nem kell értük fizetni, nem kell őket megvenni, nem tudom, hogy működik ez. Nekik jó, mert folyamatosan játékban vannak, akár egy osztályel ugye feljebb is, a Diósgyőrnek pedig, mert addig se nekik kell velük foglalkozni, tehát valaki játszatja őket. Nem, hát a Diósgyőrnek az a célja, hogy egy magasabb szinten, mint az NBA-ban szint, magasabb szinten, egy profi osztályba komolyabb fejlődésen tudnak keresztül menni ennek a fiatal játékosok, a lehetőséget kapnak. Most aki a hétvégén bemutatkozott nálunk, ez a két srác, a Korbé és a Szűcs, mind a kettő utánpótlás válogatott. Tehát Gera Zolival beszéltem, mind a kettőnek komoly esélye van, hogy meghívót kap a következő összetartásra is. Tehát nekik nagyon fontos az, hogy egy erősebb bajnokságba pallírozódjanak. És akkor ez a csapaton belüli, vagy az öltözön belüli, nem tudom, kis veszekedések, vagy mikre lehet ilyenkor számítani, amikor ilyen külsősök csatlakoznak be, tehát csapattag is, de nem is. Hát azért mondom, ezt a helyzetet, ez egy nem könnyű edzői feladat, hogy ezt kezelni tudjuk, de egyelőre úgy néz ki, hogy ezt meg tudjuk oldani. Tehát a két játékos most beszállt, tehát így könnyebb elfogadtatni magukat, hogyha látja a csapat is, hogy segítségére lesz a csapatnak ez a két fiatal, akkor könnyebb a beilleszkedés is. Okay. Hát igen? Én még szeretnék két nevet mondani, az egyik Orosz Donát, aki Kazincbarcikáról indult, ő is ebbe az ötfős kontingensben van, tehát elképzelhető, hogy valamikor bemutatkozhat nálunk. Hát egy másik név a Kréti Gergő, aki nem Diósgyőrből jött, de Barcikáról indult, aztán az Újpestben nevelkedett, és most visszatért hozzánk, és az első csapat keretével edz, tehát hogy van visszaút, úgyhogy várunk mindenkit, akár még hamarabb is, mint hogy gondolná, hogy szeretnénk, hogy helyi kötődésekkel kicsit gazdagabb lenne az első csapat. Oké. Okay. Hát akkor nagyjából szerintem érintettünk minden fontos kérdést, ami aktuális. A terveket is szerintem, tehát ugye a beszélgetések végén jön mindig, hogy és akkor még a tervek, de hát nagyjából ezt már vettük, ugye a tizedik hely, vagy egy picit még jobb lenne a cél csapatilag. Szeretnék minél előrébb végezni, tehát az a cél. Hát én is az a típusú edző vagyok, hogy szeretnék minden mérkőzésen nyerni, ezt próbálom átplántálni a játékosokba is, és szeretnénk kihozni a legtöbbet a csapatból, de hát ez futball, tehát tudjuk, hogy az NB2 az egy olyan osztály, hogy nagyon kiegyenlített a mezőny, tehát itt bárki meg tud verni bárkit, úgyhogy kell az, hogy mindig készek legyünk, mindig motiváltak legyünk, és hát a szerencsefaktor is fontos, mert hát itt a hétvégén azért a játékvezetéssel nem volt szerencsénk. Hát hogy lehet ez egy időjárási szerencsefaktor is, vagy bármi, sok minden persze, mint az életben máshol. Gazdaságilag meg akkor nyilván egy folyamatos és jó működés a cél. Mindenféleképpen szeretnénk több nézőt, több gyereket, erősebb utánpótlást, akikből később nézőkké válhatnak, és hát rövid távon sok nézőt a Vasas elleni mérkőzésre, most vasárnap 2 órakor. Reméljük ugyanolyan szép idő lesz, mint múlt hétvégén, úgyhogy egy izgalmas mérkőzés elébe nézünk, úgyhogy várjuk a szurkolókat és a 14 év alatti gyerekeket különösen. Így van, hiszen ők már akkor ingyen mehetnek. Oké, köszönöm szépen, akkor jó időt, jó meccset, és hogy nyerjen a csapat persze. Köszönöm szépen. És akkor lassan eljött a mai műsorunk vége is. Köszönöm mindenkinek, aki segítette a műsor elkészítését, a vendégeknek persze, meg a nézőknek, és egy hét múlva lesz legközelebb ilyen műsor. Tartsanak velünk akkor is.